Na, most is fogunk gyertyát gyújtani, mert volt egy olyan időszakom, amikor elég sok gyertyát vásároltam, és aztán megtudtam, hogy ez sem teljesen egészséges, illetve nem tesz túl jót a levegő minőségének az ilyen gyertyáknak a használata, amik nem természetesek. Úgyhogy most már így az a cél, hogy ezeket elhasználjuk, és aztán ne vegyünk újakat. Viszont kidobni sem szeretném, mert mégiscsak az meg már milyen pazarlás lenne, olyat nem csinálunk. Szóval én igazából többet nem is szeretnék már venni gyertyát, de ez az nem azt jelenti, hogy nem lesz itthon gyertyánk, vagy nem fogunk használni a jövőben, miután ezek elfogytak, és majd erről mesélek, hogyha oda jutunk. De most, sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon, remélem, hogy fantasztikus napotok van. Én erre a csatornára már készítettem egy olyan videót, aminek az volt a címe, hogy 9 dolog, amit nem használok, és mégis teljes az életem. És most ennek a videónak, hát kvázi ilyen második részét szeretném elkészíteni, ugyanis... Részben azóta adódtak hozzá dolgok, amiket nem használok, és vannak olyanok, amiket akkor kihagytam, és most szeretnék elmondani. Ezek közt van egy ilyen fantasztikus listám, rendkívül esztétikus, tudom. Ezek közt a dolgok közt szerintem lesz olyan, ami ellentmondásos lesz, vagy esetleg vált ki indulatokat, de azért kérlek titeket, hogy tiszteljük meg egymást a kommentekben, majd igyekszem finoman, vagy úgy óvatosan fogalmazni. Mindegy, ezt szerintem csak a rossz tapasztalataim miatt mondom, de lássunk is neki, és nézzük meg, hogy mi az a kilenc tárgy, amit már nem használok, és még mindig teljes az életem. Az elején kezdjünk ilyen nagyon kis easy, ilyen kis könnyed dolgokkal. Az első dolog, amit nem használok, az a körömlak. Mindig is volt igazából problémám a körömlakokkal, leginkább az, hogy nem lehetett sokáig esztétikusan viselni, lepattogzott, meg újra kellett festeni, nem is tudtam annyira szépen megcsinálni, mint ahogy szerettem volna, szóval soha nem igazán voltam nagy támogatója ennek. Aztán ami Végül leállított engem azzal, hogy mégis erőszakosan próbálkozzak, hogy hát ha egyszer mégiscsak jó lesz a körömlak használat, és fennmarad két hétig. Az állított le engem, amikor egyszer egy nagyon büdös körömlakot sikerült vennem, és rosszul lettem tőle. Konkrétan elkezdett fájni a fejem a szagától, meg tényleg úgy megyektem, és ez nagyon megriasztott, és elgondolkoztatott, hogy vajon mi minden van ezekben a körömlakokban, hogy ilyen gyilkos szaga van. Igen, és akkor ez, ez volt szapont, amikor mondtam, hogy jól van, akkor itt betelt a pohár, és már többet nem is használtam azóta a körömlakot. Már elég sok idő eltelt, szerintem ennek az évnek az elején volt az utolsó alkalom, hogy körömlakot használtam. A következő dolog, amit nem használok, az a papír zsebkendő. Kb. egy tavasszal döntöttem el, hogy megpróbálok átállni textil zsebkendőre, és hogy hát majd, Meglátjuk, hogy beválik vagy nem válik. Begondoltam, hogy ha a mosi betét bevált, akkor valószínűleg a textil lesz problémám és vettem magamnak textilzsepiket, és annyira szeretem őket, és azóta még anyukám is kiegészítette nekem kettő nagyon szép darabbal, úgyhogy megvan ezek is szettem, és ezeket használom, és emellett már igazából nincs is szükségem papírzsepkendőre. Ja igen, összesen 5 darab darab textilzsepkendőm van, és akkor ezeket váltogatom, mosom, és egyelőre úgy tűnt, hogy még a náthásabb napokon is elég, Igaz, hogy akkor többször kell mosnom, de elég. Úgyhogy a papír zsebkendő az már ilyen módon nálam nem fogy, ennek örülök, mert legalább ennyi hulladékkal kevesebb. A következőben lehet, hogy már nem fogunk mind egyet érteni, hogy jó dolog, de én nem használok borotvát. És ez nem azt jelenti, hogy nem szörtelenítek, szörtelenítek, de gyantával és epilátorral. Az epilátorban azt szeretem nagyon, azon kívül, hogy rohadtul fáj, ezt pont nem szeretem benne, viszont amit szeretek benne, az, hogy nem jár hulladékkal. A gyantázás az, az de, az hulladékkal jár, viszont sokkal gyorsabb, sokkal fájdalommentesebb, és nekem egyszerűbb is. Úgyhogy én ezeket a módszereket használom, igazából a, a borotva az nekem mindig ott volt a fürdőszobában, mint ilyen uh, SOS megoldás. Hogyha úgy alakulna, hogy hirtelen kellene uh, valamiért szörtelenítenem, akkor legyen egy B-verzióm, egy B-tervem. És nemrég vettem észre azt, hogy már több mint egy éve nem nyúltam hozzá, és már abszolút nem hiányzik, már nincs ilyen, hogy szükségem lenne hirtelen rá, mert mindig valahogy kialakult egy ilyen rutinom, és már e, nincsenek ilyen vakvágányok, amikor hirtelen, úristen, hol a borotva? És én tudom, hogy ebben megosztanak a vélemények. Én nem szeretnék sem a szőrtelenítés mellett, sem ellen érvelni, sem a gyanta, sem az epilátor mellett, sem ellen. Én csak azt mondom, hogy nekem nagyon jól beváltak, és az én. Hosszútávú elképzeléseimet ezek támasztják alá, és nem a borotva. Aztán a következő dolog az cukor, mint kávé vagy tea ízesítő. Cukrot um, már régebben sem nagyon használtam így ízesítésre. Uh, amikor még csak teáztam, de nem kávéztam, akkor is mindig mézzel ittuk otthon, és aztán elkezdtem kávézni, akkor eleinte, eleinte volt, hogy így a cukorral próbálkoztam, de utána felhívta valaki rá a figyelmet, hogy egyébként ezt is lehet mézzel inni, Úgyhogy elkezdtem mézzel inni, és azóta sem álltam meg. Mert hogy ez a változat nekem sokkal jobban ízlik, mindig van lehetőségem helyi termelő által készített mézet fogyasztani, úgyhogy ezt is nagyon szeretem. Plusz vannak szintén helyi termelő által készített ízesített mézek. Fantasztikusak magukat, a készítőket is ismerem, úgyhogy már csak emiatt is nagyon szívesen iszom ezzel a kávét, és képzeljétek el, hogy a kávéba csokis mézet tesztek. Menyország! Úgyhogy a cukor az igazából eléggé elkopott nálunk, így a háztartásban, mert így is ugyanígy mézzel vissza a kávéját és a teáját. Megmutatom nektek, hogy hogyan van még itt nekünk cukor. Szóval azt szoktuk csinálni, hogy amikor utazunk, akkor a kávézókból el szoktunk hozni mindig cukrot, mert hogy mindig kávézunk, de soha nem használjuk el a cukrot. És elhozzuk, és, és el, elrakjuk egy ilyen kis tárolóba, és ez a vendégeknek van fenntartva, amint láthatjátok, tele van, Szóval, hogy ezt a vendégeknek tartjuk fent, mi magunk nem használjuk, és úgy általában a konyhában nagyon ritkán használunk cukrot. Néha van, hogy sütinél, de általában azt is próbáljuk valahogy kikerülni, hogy, hogy ne kelljen beletenni, de nagyon ritkán megesik. De annyira ritkán esik meg, hogy amikor kell is cukor, nem veszünk külön, hanem ebből oldjuk meg. Következő, és ez megint csak lehet, hogy egy kicsit ellentmondásos lesz, de... Nem baj, nem kell mindenben egyet értenünk. Én nem használok sampont. Amikor elkészítettem ebből az előző videót, akkor kezdett megfogalmazódni bennem, hogy lehet, hogy meg kellene próbálni. És azt hiszem, hogy még pár hét telt el, és utána volt egy olyan alkalom, hogy annyira sűrűek lettek a napjaim, hogy amikor jött volna a hajmosásnak az ideje, ami már akkor is ilyen két hetente volt, akkor nem elmaradt, nem mostam meg, és erre néhány nappal később jöttem rá, és úgy voltam vele, hogy na jó, majd akkor ezen a hétvégén, az volt a harmadik hét, akkor sem, tehát ez egy nagyon leterhelt időszak volt, és aztán mondtam, hogy hát igazából, hát akkor mikor, hogyha nem most, igazából már úgy is elkezdtem ezt a samponmentességet most akaratomon kívül, úgyhogy akár szándékosan ki is tarthatnék emellett. És olvastam, persze én is benne vagyok egy csomó Facebook csoportban, ami samponmentességgel foglalkozik, vagy milyen, mikkel lehet lecserélni a sampont, ugye milyen nem vegyszeres dolgokra, liszt, meg ecet, meg mindenféle sör, mindent említenek ott. Én egyiket sem használom, én tiszta vizet használok, egész egyszerűen azt, ami folyik a csapból, és ezzel mosom meg úgymond a hajamat heti egyszer. Ilyenkor ugyanazokat a mozdulatokat csinálom, mint hogy a hajat mosnék, szóval nagyjából így megmaszírozom a fejbőrömet, hogy meglegyen az az érzet. Ennek nem tudom, hogy van-e értelme azon kívül, hogy megvan a tudat, meg az az érzés, hogy ettől lesz tiszta a fejbőröm. Nem tudom, hogy ténylegesen ennek van-e hatása, vagy nincs, viszont amikor úgy döntöttem, hogy leállok a samponnal, akkor szerettem volna a lehető legkevesebb dolgot megváltoztatni, szóval már csak egy összetevőt vontam ki, magát a sampont, de minden mást a rutint... <gül> rutin. <gül> kifésülöm a hajam, és aztán megmosom. Ennyi az én rutinom. Szóval, hogy minden mást megtartani körülötte. És ennek most már több mint fél éve, azt hiszem március környékén kezdtem el ezt a samponmentességet, és emberek nálam, boldogabb ember ezen a földön nincs, hogy végre eljutottam ide. Azért, mert úgy éreztem, hogy ezután ismertem meg igazán a hajamat. Egész eddig mindig kezeltem valamivel, vagy használtam valamit, még hogyha igyekeztem a lehető legtermészetesebb sampont is használni, de akkor is használtam, szóval plusz hatások érték a hajamat. És nem, nem mindig voltam elégedett vele, hogy őszinte legyek. És onnantól fogva, hogy láttam a samponnal, rájöttem, hogy a hajam más, mint ami ennek hittem. Egy kicsit szerintem így ilyen göndörebb lett, meg, meg úgy egészében másképp néz ki, sokkal természetesebb, és számomra sokkal szebb. Nekem ez nagyon tetszik. És ez azért fura, hogy ezt kimondom, mert én évekig kinemálhattam a saját hajamat, és mindig kiegyenesítettem, és nagyjából öt éven keresztül a saját apukám nem látott engem göndörhajjal, mert annyira nem engedtem volna, hogy a saját természetességében bárki is lásson engem. És ezért mindig hajmosás után, amint megszáradt, kiegyenesítettem, és, és ennyi volt. Szóval, ja, én, én nagyon nem fogadtam el magam, nagyon erős ellenszem volt bennem, és szégyeltem volna magam, hogyha a természetes hajammal láttak volna akár az osztálytársaim, vagy akárki más. És most ehhez képest ott vagyunk, hogy szeretem a hajamat, természetesen. Úgyhogy értem, hogy ez másoknak nem nagy dolog, de nekem hatalmas, mert egy rendkívül nagy változás ez az önmagam iránti hozzáállásban. És ezt részben annak is köszönhetem, hogy csak tiszta vizet használok. És tudjátok még mi az, amit érzek, hogy a hajam megerősödött. Amióta nem használok sampont, és ezáltal nem teszek rá semmilyen vegyszert, vagy semmilyen plusz hatóanyagot, ami így kívülről érkezik, olyan, mintha hálás lenne mint hogyha érezné, hogy végre elkezdtem őt szeretni, és viszont szerethet. És ez is. Lehet, hogy furának tartjátok, de én komolyan mondom, hogy bennem ezek az érzések olyan erősen megfogalmazódtak, és annyira megszilárdultak, hogy számomra ez egy, ez egy fantasztikus fejlődés, ez egy fantasztikus dolog. És épp ezért, hogyha lehetőségem lesz rá, akkor én nem szeretnék visszaállni a samponra. És ezzel megint csak nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a megfelelő út, ez a helyes út, csak azt mondom, hogy nekem ez. És ez biztos. A következő dolog, amit nem használok, nem használom a telefonomat. Mármint zenehallgatásra. Általában nagyon sok embert látni, akár a tömegközlekedésen, vagy tényleg bárhol, hogy a telefonjukon zenét hallgatnak, és régen nekem is tele volt ez az albumom mindenféle kedvenc zenémmel, vagy pedig a Youtube-on hallgattam menet közben valahol zenét, fülhallgatón, tudjátok, szóval ilyesmi. Ez rám is jellemző volt, viszont egy idő után úgy éreztem, hogy a hallásomat valószínű, hogy ez eléggé bántja, mert hogy ugye az utazásoknál mindig fülhallgatón volt, és hangosabban kellett hallgatnom, mint ahogy Más környezetben hallgattam volna pont azért, mert a környezetem is nagyon zajos volt. És ez volt a kezdő ok, ami miatt elkezdtem elhagyni ezt a telefonon való zenehallgatást. És utána pedig rájöttem, hogy ez is sokkal jobb, mert hogy ehelyett most olvasok. És ez nem, tehát, hogy ez nem egy újdonság, igazából ez már már egy pár éve így átalakult nálam, úgyhogy ez nem a legutóbbi videó óta, csak most tudatosítottam, hogy egyébként ez is egy egy teljesen új dolog nálam, hogy amióta új telefonom lett, például már nem is töltöttem rá zenéket. A régin még voltak, de már nem használtam, ezen pedig már nincs is, mert hogy tudom, hogy úgysem fogom hallgatni. Minden a, a zenét nagyon szeretem, és itthon hallgatok természetesen zenét, de nem fülhallgatón, általában táncoláshoz szoktam hallgatni, vagy pedig, hogyha van valami olyan szám, ami, ami kimondottan nagyon megfogott, akkor azt úgy körbe-körbe addig, amíg a Ricsi és a szomszédaink meg nem őrülnek tőle. A következő pont. Egy kicsit a konyhába megyünk vissza, ugyanis én nem használok különleges fűszereket. Általánosságban, magában a konyhánkban is nagyon kevés fűszer található, meg szerintem egy átlag háztartáshoz képest, de ráadásul ebből még kevesebbet használunk. Az esetek 90%-ában az egyetlen fűszer, amit használunk, az a só. És még ezt sem szoktuk túlzásba vinni. Amiért ezt én így nagyon szeretem, az az, hogy az ételeknek a természetes ízét igyekszem inkább kihozni, és azt élvezni. És ez furcsa lehet annak, aki nagyon hozzászokott a fűszeres ételeknek a, a fogyasztásához, és én úgy gondolom, ez az én elméletem, de aztán lehet, hogy már alá is támasztották kutatások, de én én úgy gondolom, hogy a, az ízelő bimbóink alkalmazkodnak ahhoz, az étel ízhez és ahhoz az erősséghez, amivel ugye rendszeresen találkoznak. És én azt arra alapozom, hogy amikor Indiában voltam, és kértem egy olyan ételt, amit külön kértem, hogy ne legyen csípős, kihozták, és megkóstoltam, én sírtam, aztán megkóstolta egy indiai barátom, és ő azt mondta, hogy de hát ez nem is csíp. És ekkor feltételeztem, hogy valószínű azért, mert más ételeken szocializálódtunk, mást fogyasztottunk, és így az érzékelésünk is teljesen más. Na most én ugyanezt gondolom az erősebb és a gyengébb fűszerek közti különbségről is, hogyha kevesebb fűszert használsz, egy idő után sokkal jobban elkezded megérezni az ételnek a természetes ízét. És én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy ez tényleg csak ízések és pofonok, nem gondolom, hogy egyik vagy a másik jobb vagy rosszabb, csak nálunk így van. A nyolcas pont, amit nem használok, az fülbevaló. Ezt lehet, hogy már észrevettétek. Ki volt lyukasztva a fülem, de már az utóbbi években nem nagyon használtam fülbevalót, mert mm, fájt, meg volt, hogy sebes maradt, vagy kellemetlen volt. Nem szerettem benne aludni, viszont, hogyha kivettem éjszakára, és napközben újra visszaraktam, akkor ugye elkezdte így a bőrömet. Úgyhogy nem igazán jött be, és ezért elkezdtem egyre ritkábban használni és most már oda jutottunk, hogy már nem tudok betenni egy fülbevalót a fülembe. Úgyhogy már azt hiszem, hogy nagyjából egy éve nem is használtam, és már, hogyha akarnék, sem tudnék így ebben az állapotban. Ezt ide sorolom, mert tényleg nem használom, viszont, viszont nem tudom, hogy ez így marad-e majd. Mert nekem tetszik egyébként a fülbevaló. Szerintem egy szép kis visszafogott darab rendkívül nőies lehet, és az az egyik ékszer, ami tényleg úgy szépnek látok és még saját magamon is szépnek látnám, hogyha nem lennének így ezek a fájdalmak, amiket most már hozzátársítottam, ami azért furcsa, mert hogy az egész gyerekkoromban volt fülbevaló, való, egész nagyon pici korom óta, soha nem volt ezzel problémám, és aztán valahogy így a gimis korszakban pedig elkezdtem, lehet, hogy azért, mert elkezdtem cserélgetni, meg elkezdtem bizsút használni, és akkor a bőröm ezt megérezte, és ilyen rossz tapasztalat társult a fülbevaló gondolatához. De nem zárom ki azt, hogy egyszer újra szeretném, hogy tudjak viselni fülbevalót. Én nem mondom, hogy ez így a közeljövőben lesz, mert most igazából nincs hiányérzetem, és most úgy nem is tervezem, hogy ezzel foglalkozzak, de lehet, hogy majd pár év múlva összeszedem a bátorságom, meg úgy valóban a figyelmem arra, hogy na jó, akkor legyünk újra fülbevalósak. És az utolsó dolog, ez ismét a hajamhoz lesz kapcsolható, ez pedig a hajvasaló és a hajgöndörítő használata, és ez azért is hagytam utoljára, mert a videó, amit ugye készítettem a, ezelőtt, ennek az első része, ott ki volt egyenesítve a hajam. És ez volt az utolsó alkalom, hogy kiegyenesítettem a hajamat. És azóta nem. Elég hosszú időn keresztül már nem egyenesítettem a hajamat, nem is göndörítettem. És aztán eltelt jó sok hónap, és utána gondoltam, hogy most már nagyon sokat nőtt a hajam, megpróbálom most kiegyenesíteni, és fú, biztos nagyon szép lesz, biztos nagyon fog tetszeni. Vártam egy ilyen boom hatást, hogy kiegyenesítem, és akkor wow, sokkal szebb lett így hosszú, egyenes, fekete hajként, és aztán nem ez történt. Kiegyenesítettem, és belnéztem a tükörbe, és azt éreztem furcsa módon, hogy ez egy fokkal kevésbé tetszik most így, mint amikor természetes. És megint csak ez lehet, hogy egy csomó embernek így és erről miért beszélsz. Tudjátok, szóval megértem, hogy ha ez a gondolat jár a fejetekben, saját magamnak ez egy hatalmas meglepetés volt, és egy hatalmas öröm. Mert úgy éreztem, hogy végre feltétel nélkül elkezdtem tisztelni és szeretni a hajamat és önmagamat. És nekem ez egy nagy dolog volt. Ugye addig eléggé féltem attól, hogyha egyszer kivasalom a hajamat, akkor visszaesek, úgymond, mert hogy meglátom, hogy fú, basszus, tényleg sokkal szebb volt így, és ezt fogom érezni, és akkor újra elkezdem roncsolni, újra elkezdem megváltoztatni, és nem ez történt, és nekem ez egy nagy megkönnyebbülés volt, úgyhogy úgy, azóta nem használok sem hajvasalót, sem hajgöndörítőt, és nem is hiányzik, még, még az esküvőmön sem tervezem így megváltoztatni a hajamat, mert hogy this is me, ja. Ennyi lenne már a videó. És mivel múltkor is adtam magamnak egy kis csokit a videó után, most is fogok. Úgyhogy, ja, most elköszönök. És köszönöm szépen, hogyha itt voltál a videó végéig. Hogyha van neked is valami olyasmi, amit az emberek többsége használ, de te nem, akkor azt írd meg kommentekben, mert kíváncsi lennék rá, és ha gondolod, akkor írd meg azt is, hogy miért nem használod. Tök érdekes témák ezek szerintem. Úgyhogy mára ennyi, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!